25 évvel ezelőtt találkoztam veled először, akkor is egy búza bemutatón beszélgettünk Városföldön. Mit változtak azóta a búzafajták 25 év alatt? 25 év az nagyon hosszú idő, mondhatni egy emberöltő, és hát sok minden változott. Elsősorban a szemlélet. Akkor én 25 év, vagyis 20 év után tértem vissza újra a búzáimhoz, mert az a kedvenc növényeim közé tartozott minden, de aztán volt egy köztes 10 év, amikor inkább az olajos növényekkel foglalkoztam, és amikor újra visszakaptam ezt a témát, akkor óriási meglepetés ért. Éppen az, hogy a magyar búzák eltűntek a piacról. És hát ez engem rettenetes módon bántott. Semmi bajom a külföldi nemesítőkkel, szeretem őket, jó emberi kontaktusban vagyunk, de azért az, hogy magyar földön nem magyar búza terem, és hogy teljesen kiszorultak, az nagyon bántott. És most, amit megfigyelek, hogy éppen annak köszönhetően, hogy most már nem csak minőséget tudnak adni, hanem teremni is, egyre inkább újra fölzárkóznak. Ez az egyik meglátásom az elmúlt években, a másik pedig az, hogy a nyugati fajták, a nyugati nemesítőházak előretörése az nagyon meghatározó. És ezt most nem negatív értelemben mondom, mert igenis nagy szerepük van abban, hogy akár a repce, akár a napraforgó, akár a kukoricák termőképessége, és így a magyar termőtájaknak a hozama mennyit növekedett és mennyit javult, ebben elévülhetetlen érdemei vannak ennek a nyitott versenynek. Én csak azt szeretném, hogyha a magyar intézetek ugyanúgy meg tudnák őrizni a versenyképességüket, és hogyha nem lennének kizárva a piacról.